Nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívást a könyvtárba, Rósz Péter és Pap Attila, akik a Budapest-Bamako rallit teljesítették, ugyan nem első nyomántrődikén, de ugye a közösségi oldalak azok most már szerte viszik a híreket, ezért mindenki élő egyenesben, majdnem, ahogy ők bejelentkeztek, tudta követni az eseményeket és az ő velük történteket, amiről nekem is csak annyi fogalmam van, amennyit követtem az interneten, és hogy ezek az események milyenek voltak, milyen egyszerűek, ezt most kíméletlenül meg fogjuk tudni, fogadjuk őket nagy szeretettel. Budapest-Bamako-ral vettünk részt az idejében. Gyerekkori barátokként neveztünk be erre a futamra, és akkor szerintem kezdjük is a képek vetítésével. Próbáltuk a egyes szakaszokat egyszer, vagy egy-egy csoportba összegyűjteni. Ugye az első három napnak a része kivetítődött, az az európai szakasz volt, ahol még nem voltak szervezett táborhelyek, vagy nem voltak szervezett megállási pontok, ez teljesen szabadon választhatta mindenki, hogy teljesíti ezt az első 3300 kilométert, nem emlékszem pontosan? 3300 kilométer volt. 3300 kilométer. Maga a futam, hát nekünk Gyomáron indult, de egyébként Budaörsön volt az induló. Úgyhogy január 26-án indultunk minden reggel Gyomáron. És már nagyon vicces volt, ahogy mentünk fel a budaörsi start helyszínére. Már útközben megállítottak minket lelkes rajongók, mert hogy a Gyomándő címmel rajta volt a kocsim, és meg a pamakós matricák, és egy gyomándődi úriember, aki jelezte, hogy itt lesz, nem tudom, hogy itt van-e. Igen, ránk előzött, lezilogott, és megbeszéltük, hogy nagyon-nagyon szurkol nekünk is, követi az eseményeket. És hát így érkeztünk meg Budaörsre, amit nem is tudom, ezzel lépkedek el. A budaörsi reptérről volt az indulásunk. Itt még a nyugodtságunkkal szemlélődünk, hogy mégis hogy is lesz ez a futam. Majd utána a többi induló autót néztük meg. Ennek ugye több kategóriája van a Budapest-Bamako rallinak, emiatt ugye több típusú autóval is lehet találkozni. Ezek az autók, amiket itt az előbbi fotón fényképeztünk, ezek a úgynevezett spirit kategóriában indulnak, ilyen mindenféle idősebb járgánnyal, de hát természetesen a verseny kategóriában pedig megtalálhatóak az abszolút, hogy úgymond luxusnak számító terepjárók is. Igen, elég szélsőséges a gépermű felhozatal. A 120 milliós Brabusztól elkezdve tényleg a 80-100 ezer forintos autóig minden jelen volt. Ez a kép, ez azért került be ide, itt szélen látható a mi autónk, egy Honda HR-vel indultunk, ami hát egy négykerék meghajtású Honda. Itt mellettünk van egy Suzuki Samurai, és mellette még van egy Hyundai. Ez a kép csak azért van bennem, mert ekkor még nem ismertünk senkit a Bamakónak a indulói közül, és nem is tudtuk, hogy kik állnak mellettünk, de majd a célba éréskor érdemes lesz ezt a sorrendet így megjegyezni. Úgyhogy igen, az autópark változatosságára ugye maga a Budapest-Bamako rallinak a jelmondata is nagyon jól demonstrálható, hogy bárki bármivel bárhogy, tehát tényleg bármilyen autóval, bármilyen járművel, nem is feltétlen autóval, motorral, kétkerekű, négykerekű paddal, bárki amire szeretne elindulhat, természetesen azt már senki nem garantálja, hogy teljesíti is a távot, azt már mindenki a saját felkészültségének és szerencséjének köszönheti. Igen, ezeket a kocsikat tényleg mindenki biztos, hogy hallatszódik? Nem. Akkor hangosan beszélek. Szóval ezeket az autókat azért nem csak annyi, hogy megveszi az ember és akkor elindul, hanem alaposan fel kell készíteni, illetve
volt egy csomó kötelező felszerelés, amit, meg egy csomó ajánlott felszerelés, amit vinni kellett magunkkal. Az egyik leghasznosabb dolog szerintem a CB rádió volt az utunk során, amely már nagyon megkönnyítette a kommunikációt, hogyha a közelünkben volt más autó. Úgyhogy ez egy igen hasznos eszköz volt. Valamint volt egy ilyen GPS-es nyomkövetőnk, amivel az itthoniak nézhették, hogy pontosan hol helyezkedünk el a világ térképen. Köszönöm. Igen, már útközben az európai szakasz. Az európai szakaszt úgy terveztük, hogy viszonylag gyorsan ledaráljuk, és ugye Budaörsről indulva nem terveztük túl a dolgot. Az volt a célunk, hogy jutunk, ameddig jutunk, ameddig elfáradunk. Ez a cél Olaszországba ért minket, Olaszország túloldalán, Genova városába, ahol egy benzinkút parkolójába döntöttünk úgy, hogy akkor az első napi etap itt fog véget érni, és ott sikerült az autóba éjszakázni és aludni egy két és fél három órát még az európai télbe. Így nem kellett túl sokáig aludni, mert a reggeli fagy már ébresztett is minket, meg a kamionok dudálása. Nem mondom, hogy teljesen kipihentünk magunkat, mint itt a mellékelképpen is látszik, még itt eléggé kábán és kómásan keressük a reggeli első kávé lehetőségét. Igen, utána való ország, ugye Olaszországból átléptünk Franciaországba. Itt még nagyon pozitívak voltunk, Franciaország egyszerű lesz, autópályán végig száguldunk és irány Afrika. Hát sajnos az élet keresztül hozta a számításunkat, illetve bejött az, amit már a korábbi blogosok is többször említettek, hogy bármit tervezel, egy dolog biztos, hogy nem az fog történni. Úgyhogy kiderült, hogy Franciaországban gazdatüntetés van, és minden autópálya le van zárva, illetve az utakat a gazdák eltorlaszolták. Így ez a rész nem jött nekünk össze, hogy gyorsan átszaladunk az országon. Így alsórendű utakon mindenféle online térképet, meg papírtérképet, rádiót, illetve egy Spanyolországban élő gyomai srácot, Kocsis Endrének a tanácsait követve próbáltuk meg kikerülni és megtalálni a határát került Spanyolország felé. Óriási káosz volt az országon. Igen, az a pár száz kilométer, ezt kb. Egy 3-4 nap alatt tettük meg, és akármerre mentünk, mindig bedugult előttünk valamit. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha ilyen nagyon kicsi utakon mentünk, ilyen aluljáróba beszorulva a kamionok, meg villanykarókat kidöntve keresztbe álltak az úton, mindig abba jutottunk, hogy nem tudom tovább menni. És ezzel el is telt majd, hogy nem a második nap. Így van. Hát viszont itt már ugye az időjárási körülmények jobbak voltak, ez már Dél-Franciaország, úgyhogy a januári Magyarországhoz képest itt ez a 25 fok már a rövidújus vezetést tette lehetővé. Úgyhogy nagy nehezen sikerült átverekednünk magunkat Spanyolországban, és az előbb említett Kocsis Endre pedig volt olyan rendes, hogy ő Valenciában lakik, és meghívott minket, hogy akkor aludjunk nála azon az estén. Úgyhogy este 10-11 óra magasságába sikerült elérni Valenciáig, és akkor Endrénél töltöttük az éjszakát, így 4-5 órás alvást tudtunk bejuttatni. Igen, kaptunk egy vacsorát, és utána valamikor éjfél után lefeküdve, hajnal fél ötkor keltünk, és mentünk elhagyni Európát. Igen. Hát igen, itt még a hajnali képek, és utána már a kellő nap már az úton talált minket, hogy menjünk. Ugye Gibraltárhoz vettük az irányt, hogy ott egy kompal átjussunk Afrikába, az afrikai tangerbe, Marokkóba. Természetesen nem tudtuk még, hogy fog működni ez a kompozás, de megérkezve a kikötőbe egy olyan egyórás barangolás és kérdezősködés után kiderült, hogy nagyjából mi lesz a feladat, illetve hogy fogjuk tudni megoldani. Felálltunk a kompra és elhagytuk az öreg kontinenst. Igen, lefényképeztük, itt még Európa látszódik ezen a képen, és bármilyen hihetetlen, ott a távolban az Afrika.
És akkor ugye, ahogy én korábban említettem, a marokkói Fez városa volt az úti célunk, innen indul hivatalosan a rally, illetve innen már meg vannak szabva az adott etapok, hogy melyik estére, melyik táborba kell beérni. Igazából ez nem egy kötött valami, tehát a táborokban, ha az ember akar, akkor beér, ha nem, akkor akár máshogy is megoldhatja. Az éjszakázás, ezek csak egy gyakorlatilag egy ajánlások. Itt éppen még a marokkói Fezbe jelvezzük azt, hogy még szállodában tudunk tölteni két éjszakát, mert hogy gyorsabban mentünk a vártnál, és még fel tudjuk tölteni a készleteket itt a helyi boltokban. Igen, Marokkó az még egész európai volt Afrika délebbi részéhez képest. Itt tényleg a boltban minden kapható volt, bármit tudtunk venni, még alkoholt is tudtunk venni, az a sört. Igen, de az alkohol vásárlása, tehát egyébként érdekes ország, mert ugye azt mondják, hogy az alkohol behozatala az országba tilos, hiszen Iszlámországról van szó, de valamiért úgy gondolják, hogy a helyi alkohol vásárlásával viszont nincsen probléma. Tehát ha tőlük veszünk, az rendben van, de mindattól függetlenül azt mondták is, hogy ugye helyiek is vásárolhatnak, de azért az annyi megmaradt itt is az iszlám hozzáállásból, hogy óriási szégyen a fogyasztása, főleg a helyiekre nézve. Mit szól hozzá a falu, ugye? Igen, de úgy tűnt, hogy jól viselik a szégyen, nem sok helyi lakot is. Itt pedig Feznek a fő utcájáról van egy rövid kis bevágás, szép palmafás fő utca, tágas terekkel. Ja, nagyon felnéztem, mintha ismerős dudált volna rám, de nem. Igen, itt a boltokban tengergyümölcsei, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy helyi szupermarketek vagy helyi boltok itt abszolút felszereltek, meg bármi bőség van, ez majd a későbbiekben már nem így lesz. És hát ugye itt a sör. Igen, a helyi sör. Itt a 14-es szám az valóban az italnak az alkohol fokát jelöli. De ki kell, hogy ábrándi csak mindenkit, nem tudtuk meginni, mert az íze az rettenetes volt ennek a medőnek. Viszont ettől függetlenül felszerelkeztünk mindenféle vízzel és táplálékkal, mert sejtettük, hogy a következő napokban már nem annyira lesz erre lehetőségünk, és innen szépen neki is vágtunk. Merzugába, ami már az Atlasz-hegység túloldalán van. Ez volt az első napi úti célunk, tehát átszerve az Atlasz-hegységet, a sivatag széléig szólt a történet. Így van, mielőtt azonban elindultunk oda, Feszben is volt egy rajt ceremónia. Nagyon sokan nem is Budapestről indultak, hanem eleve onnan indították a bamakójukat. Hát eléggé fesztivál hangulat alakult ki. Ezt próbáltam lekamerázni. Tényleg olyan volt, hogy az emberek, nagyon sok ember, mindenki beszélgetett mindenkivel, közben egyik ponton ment az eligazítás, de azt igazából senki nem figyelte. Tényleg olyan volt, mint hogyha csak így az emberek dumálnának egy trécsében. Igen, ez egy szálloda parkolójában volt itt. Tényleg mindenki óriási, hogy jó tanácsokat osztogatott a másiknak. Nagyon sokan úgy tettek, mintha ők már tudnák előre, hogy mikor mi fog történni. De hát természetesen ez nem így volt, és igazából mi is inkább magunkra hallgattunk a továbbiakban. De innen indultunk el a úti cél felé. Én itt betettem ilyen térkép gyanánt, hogy itt vagyunk most, ahol ez egy jelenlő van, megmutatom az egérrel, egy kurzorra, és idáig jutottunk el egy nap alatt, és itt már nem volt annyira rossz az út, mint későbbiekben, de azért már nem európai autópálya volt nagyon sok helyen. Meg hát itt már látszik is majd a következő képeken, itt az előző képen is látszik, hogy lóval közlekedik az úriember, tehát Marokkó északi része az még tényleg egy civilizált, európai-szerű terület, de ahogy megyünk beljebb és beljebb, akkor egyre jobban látszik az, hogy a bentebbi részek már nem annyira kiépültek, vagy nem annyira kiépítettek. Igen, itt az Atlasz-hegység van a bal oldalon, a jobb oldalon pedig azok, most itt nem annyira látszódik, de azok már pálmafák. Megjelentek a pálmafák, aminek én nagyon örültem, és ezt minden egyes alkalommal, amikor megláttam egy pálmafát, el is mondtam ott isnek, hogy milyen csodálatos dolog a pálmafa. Az egész úton találtunk pálmafákat, és mindig óriási gyermeki meglepődéssel kaptam az információt, hogy nézzek oda, mert pálmafák.
én is örültem neki. Igen, itt látszik már, itt a háttérben látjátok, ott az Atlasz lámánál lévő hegyvonalatuk szélén már a homokdűnék kezdődnek, úgyhogy itt már nagyon vártuk, hogy a sivatagi részre leérjünk, még lehet nem tudtuk, még mi vár ránk, azért gondoltuk úgy, hogy hamarosan vártuk, hogy eljöjjön ez a rész. Igen, és itt már lehet látni, egyébként igen, ez egy általános tévhit, és bennünk is tévhit volt, hogy ugye úgy képzeljük el, hogy Afrikának ott a végtelen homokdűnéi között tartózik az ember, és a sivatag az gyakorlatilag mindenhol csak a homokról szól. Ez valójában, mint kiderült, úgy működik, hogy először kősivatagok vannak, és gyakorlatilag a végtelen kősivatagok között vannak homoksivatagok, meg homokdűnés részek. Egy kisebb kősivatag mellett haladunk. Igen, igen. Tehát a Szaharának is a nagyobb része az kősivatag, és ahol vannak ezek a homokdűnék, azt ergeknek hívják, és általában ott van valami településszerű dolog is. De igen, a sivatag az most tudatosult bennünk, hogy az kősivatag. Igen, és ezek a kapuk, amik itt látható oldalt is, ez ilyen erőszerű építmények vannak az utak mellett, ezek persze már inkább szállodák, vagyok legalábbis olyannak tűnő valamiket, de mindegyik egy ilyen szép díszes kapuval van a bejáratuk díszítve. Ó, és itt már az úti célunkhoz érkezünk meg, az első napi úti célunkhoz. Izgatottan, persze jól el is fogunk tévedni ebben a videóban, mert természetesen nem az úti célunkat találjuk meg elsőre, de hát ilyen szép kapu meg be kell hajtani, mi voltunk rá, és ha majd később jövünk rá, hogy ez nem sikerült. Igen, és azért itt látszódik, hogy ez már nem az európai autópálya, amin megyünk, hanem ez már földút erősen. Igen, de még mindig a jól járható területek voltak ezek a részek. Egyébként itt már utólag itt ezt a videót nézve, majd most itt egy néhány perc múlva látszik, hogy onnan lehetett volna sejteni, hogy nem jó helyre jöttünk, hogy szemről jönnek a bamakós autók, és ez nem biztos, hogy jót jelent, de mi előzékenyen kielégedjük őket, hogy biztos, hogy mi tudjuk jól, és ők tévednek, de aztán rá kell jöjjünk, hogy nem. Mindannyian tévedtünk. De az optimizmusunk töretlen volt, ez pedig már a tábor helyszíne. A tábor egy szálloda, hát gyakorlatilag egy ilyen erőszerű építmény mellett volt, ami az erőd egyébként amúgy szállodaként működik, de hát mi a sátoros tábor használtuk. És pont a homoksivatag lábánál, itt a bal oldalon, jól látszódik, hogy ez már itt a homokos sivatagnak a bevezetője. Már este mi már gyalog elmentünk tényleg bele bokáig a sivatagdal, itt még kocsival nem kóstoltunk bele. Igen. Az a következő nap volt. Igen, ez a Merzuger csillag a rész. Itt már az ajánlóban is, tehát kaptunk egy úti leírást, amit a szervezők adtak, ebben szövegesen le voltak írva, hogy mi várható aznak. Itt ezen a napon két különböző úton jelöltek ki, az egyik az egy homoksivatagi részen keresztül vezetett, a másik pedig egy kősivatagi részen, és akkor el lehetett dönteni, hogy ki merre akar menni. Mi elképesztően bátran egyből úgy döntöttünk, hogy hát a sivatagból jöttünk, úgyhogy irány a homok. Látszanak a városok előtti kapuk, gyönyörű szép díszes kapuk vannak minden város bejáratánál is, és kijáratánál is. Ami még nagyon érdekes volt Európa után, ahogy átértünk Afrikába, hogy mind Afrikában, nem csak Marokkóban, hanem délebre is, minden település elején is, és utána is volt egy-egy katonai ellenőrzőpont, ahol igazából minden autót átvizsgáltak, meg az benne élő embereknek az adatait felírták, tehát teljesen tisztában voltak azzal, hogy ki merre mozog az országon belül. Hát igen, és ugye minden ilyen területen, hogyha nem akartál túl sok időt tölteni, akkor egy golyóstól vagy valami, hogyha a tisztelt ellenőrző szerv kezében volt, akkor nagyon gyorsan át lehetett hajtani az ellenőrző ponton. Hál' Istennek Marokkóban három különböző szervezet is gyűjti
az ilyen információkat, a csendőrség, a rendőrség és a katonaság, úgyhogy elég sok újrostoltól is ajándéktól megszabadultunk. Igen, és ahogy haladtunk délre, egyre inkább nem csak jól esett nekik, hanem egyre inkább el is várták ezeket a kis ajándékokat. De tényleg egy folyóstornak, vagy egy öngyújtónak, bárminek annyira tudtak örülni, hogy nekünk volt már kellemetlen. Igen, és akkor egy ilyen kinyomtatott lapokat vittünk magunkról, ahol a nevünk meg az adataink fel vannak írva, és akkor így nem kellett mindig lediktálni, bediktálni, vagy pedig külön lapra leírkálni, hanem csak kiadtuk a kocsiból. Igen, itt azért hozzáteszem, hogy Mauritániában hány százalékos a... Analfabétizmus, 47% a népességnek analfabéta. Igen, nagyon sokszor volt olyan, hogy a katona vagy rendőr nem leírta a nevünket, hanem lerajzolta. Konkrétan ugyanúgy nézzen ki, ahogy a papírunkon rajta van. Igen, itt a képnél már a homoksulatnak szélénél vagyunk. Itt kezdődik a tanácskozás, hogy ki mennyire ért hozzá, itt jönnek a nagy ötletek, hogy hány bárra kell engedni a kereket, hogy jól működjön, illetve hogy ne akadjunk el a homokba. Igen, elterül, szétlapul, elterül, nagyobb a felület, ezért jobban lehet vele haladni, és nem ássa el magát a gépjármű. Na, de mekkora nyomásom, és ezt meg kellett ott szakérteni, mindenki megállt, egymást kérdezte, egymást hülyézte. Igen, itt már fordtak az indulatok. Én is éppen eresztettem le a kereket, megállt mögöttem egy autó, megkérdezte, hogy hány bár eresztem, visszaválaszoltam, hogy nem tudom. És a közta semmit felkiáltással gyorsan előre tépett, na az elkövetkező másfél órában ezt az autót négyszer húztuk ki a homokból, úgyhogy... Igen, el is tettem egy diára. Igen, és később ő is nyilván megbánta ezt a közta semmit felkiáltást. Igen, ő az. Itt egy 80 kilométeres ilyen mély homokos terület következett. Ez a, itt több autóval közösen mentünk, ez a fehér autó, egy kecskeméti csapat, aki az első 4 kilométeren tényleg 5-ször vagy 4-5-ször húztuk ki, akkor utána mondtuk is neki, hogy szerintünk forduljon vissza és kerüljön, mert még 76 kilométer van hátra, és már gyakorlatilag nyitoljuk át a homokon. Hát igen, és a mi időnket is ette, már itt ez délután mi időpontban volt fényképezve, és még ugyanilyen szakasz, vagy ugyanilyen körülmények között még volt hátra több mint 70 kilométer, úgyhogy nem volt őszinte a mosolyunk. Igen, itt lehet látni, hogy azért a terepjárókkal is vannak, akik benn maradtak a homokban. Igen, a homokon vezetésnek azért az a nagy titka, hogy nem szabad megállni, és ugye, ha az ember nem áll meg és egy állandó sebességgel tud közlekedni, akkor azért jó esélyen is marad benne a homokban, de ugye pont ezzel rossz, hogyha van egy olyan ember a csapatban, aki miatt mindig meg kell állni és őt mindig menteni kell, akkor utána már nem csak őt kell menteni, hanem azt a többi autót is ki kell lásni, hogy el tudjunk indulni. Igen, és itt voltak olyan élmények, hogy mi itt álltunk, meg segítettünk másoknak, meg húztuk ki, és mellettünk más nagy terepjárók, meg ilyen 60-70-nel csapattak el. Nem örültünk neki, és rendkívül balesetveszélyes volt, viszont megértettük, hogy ők nem állnak meg. Itt már egy jobb szakaszon. Hát annyira elég se jobb, mert azért egy-két kő azért még előfordul út közben. De azért a lehetőségekhez képest ez már egy jobb rész volt. Igen, jól látszik, hogy nem sok út van. Vannak előttünk menő kitaposott keréknyomok, amit vagy egy előttünk eltéredő bamakos taposott ki, vagy nem tudjuk, hogy ki. Ezek közül próbáltunk azon menni, amelyik a számunkra megfelelő irány felett. Igen, ezeket Pistének hívják, ezeket az utakat, ezek általában egyébként a viccet félretéve általában valahol vezetnek, tehát egy másik faluba, egy kúthoz, vagy igazából bárhova, de mivel ezeket térkép nem jelöli, így erről fogalmunk sem volt, hogy melyik hova vezet. Az éjszakai tábornak a GPS koordinátája volt meg, és akkor ezt próbáltuk igazítani a saját magunk útvonalát is. Igen, zárvájában megjegyezném, hogy informatikusként körülbelül olyan 60-70 gigabájtnyi térképet vittem magammal, vagy vittünk magunkkal a papír alapú térkép mellett, és hát nyilván ezek a 3 nappal ezelőtt keletkezett utak egyiken sincs rajta. És akkor az éjszakai táborunk az egy ilyen homokdűnékkel körülölelt kis hát völgybe vagy homokvölgybe volt, egyébként gyönyörű vidéken itt érkezünk meg a területre, ez egy tényleg egy csodálatos volt. Itt
kellően elfáradva keressük meg a sátorhelyet a szélvédett homokdűnék között. Igen, ott látszódik a háttérben az a 3-4 darab fehér sátor, az egy település. Igen. Igen, itt most már az egész település látszódik. Bár az itt az út közben is előjött, hogy igazából ahhoz, hogy találkozunk helyekkel, nem kell településnek lenni, mert gyakorlatilag bárhol, ahol megálltunk, tényleg a sivatag kellős közepén is, mintha a földből nőttek volna ki, helyi gyerekek, meg helyi emberek hirtelen ott teremtek a tényleg semmiből. De azt máshol is láttuk, hogy sokszor olyan helyeken ülnek helyi lakosok, és csak úgymond merengenek maguk elé, ahol azt gondolná az ember, hogy a közelben egy kunyhó sincs, vagy egy sátor sincs, semmit nem lehet látni. Eléggé vártuk ezt a, vagy én személy szerint eléggé vártam ezt a táborhelyet, mert sejtettem, hogy itt a homokgyűnék ölelésében sok száz kilométerre minden nemű fényszennyezettségtől baromi szép lesz a csillagos ég, és igen, elég szép volt. Sajnos nem vagyunk profi fotósok, még nem volt nálunk eszköz se, amivel ezt megörökíthettük volna. Próbáltuk, de nem adják vissza a képek. Viszont cserébe a naplementét úgy, ahogy sikerült megörökíteni. Nyilván az is nagyon csodálatos, hogy a homokdűnék felett lemegy a nap. Viszont ennek ugye megvan ez a hatása is, hogy még a nappali hőségben az ember rövid nadrágba, pólóba lefekszik aludni, addig a éjszaka már 4-5 fokba érzi, hogy azért már most hűvösebb az idő. Tehát tényleg nagyon, nagyon leülik éjszaka a levegő. Ez még mindig ugyanabban a táborban a hajnali kelés. Ilyen útkörülmények között senki nem mert elindulni éjszaka vagy sötétbe, úgyhogy közösen az egész tábor várta a napfelkeltét, az első fényt, hogy igen, mindenki felment egy homokdűnre, és onnan próbáltunk, ameddig csak elláttunk, olyan messzire elnézni, hogy hol kell fel a nap. És előbb-utóbb szépen lassan felkelt. Igen, ez a fotón látszik, hogy itt már megérkezett a nap, akkor már kellő izgatottsággal rohantunk vissza az autóhoz, a tábort azt már nyilván sötétben összepakoltuk, és indultunk a következő napi úti cél felé, ami még szintén Marokkóban, a marokkói Assza városában lesz majd. Itt a háttérben az úriember úgy gondolta, hogy a sivatagi dűnék az hasonló alkalmat nyitnak a snowboardozásra, de hát sikerült is neki lecsúszni a dűne oldalán, úgyhogy egy jól felkészült kollega volt. Igen, talán amikor mentünk fel, én mezitláb mentem fel a homokdűnre, és tényleg jeges volt a homok, baromi ideg volt. Ahogy jövünk ki fel a sivatagból, ez egy kiszáradt tónak a medre. Itt csak az esős évszak idején van víz ebbe a tóba, úgyhogy ez egy viszonylag jó útkörülményeket biztosító terület. Az egyetlen veszélye ennek, hogy itt azért lehet egy 80-100 km/h-val úgymond száguldani, viszont bármikor lehet benne egy mélyedés, egy kő, ami miatt gyakorlatilag az autó teljes tönkre menetelét kockáztatja az ember. Voltak is itt jó pár versenyző ezen a szakaszon, akinek itt befejeződik a rally még rögtön az elején. Igen, és amit még erről a kiszáradt tómederről tudni kell, hogy az első és egyetlen bamakós nagyobb eltévedésünk volt itt, illetve nem is eltévedésünk, hanem a Nívás Matyi volt a konvojvezetőnk, és mondtuk neki, hogy nem jó fele megyünk, de ő csak erősködött, hogy de jó fele megyünk. Mi térképen láttuk, hogy nem jó az irány, de lehet, hogy tud valamit, amit mi nem. És utána egy fél nappal később bevallotta, hogy igen, direkt ment rossz irányba, azért, hogy ebben a kiszáradt tómederben nagyon jó felvételeket tudjon készíteni. Ez körülbelül egy ilyen 3-4 óra plusz volt az utunkban, és nagyon kinkeserve sem tudtunk innen visszajutni az eredeti útvonalunkra. Tényleg torony iránt mentünk, nagyon sokszor elakadva. Úgyhogy a frissen született barátságunk meg is romlott ezzel a jó tanáccsal. Tényleg előtte, hogy négyszer mondtuk, hogy rossz az irány, de
De ő erősködött, hogy ő másodjára van itt, és ő tudja, hogy mi az irány. Később kiderült, hogy ez nem így van. De igen, itt a homoksivatagból ballagunk kifele. Itt már mindenki kisebb tempóval megy ki. Több autónak is már műszaki problémája lett. A homoksivatag gyakorlatilag a futóműveket szétrázta. Hát igen, meg az, mit szerintem majd, hogyha kicsit előrébb fordul a kamera, akkor látszódik, hogy vannak ilyen nagyobb kövek is, amivel nagyon könnyen oda lehet verni a motor alját. Ott látok is mintegyeket, látnék. Igen, hát mégis a mi autónkon kívül a másik két kollega az. A mi alapokon kívül a másik két kollégának az autója, azok műszaki hibások is lettek. A Ladaniban is, még a Samurai is. Igen, itt a háttérben már a rádiózásnak, a más közötti forgalmazásnak a hangja hallatszott meg. És itt a sivatag szélén, amikor kiértünk, egy látszik itt egy élelmes vállalkozó, egy marokkói autószerviz hálózat, egy rögtönzött szervizpontot hozott létre, ahol a súlyos eurókért nagyon készségesen álltak a tönkrement autók javításához. Mondjuk hál' Istennek nekünk nem kellett igénybe venni a szolgáltatásukat. Igen, hát de tényleg elkezdtettek is, meg mindent bevállaltak, és tényleg meg is csináltak mindent, amit megígértek, csak baromi drágán. Igen, de tényleg ha kellett alkatrész hozatta, mindent, hengerfejtömítést cseréltek, bármit elvállaltak, amilyen problémák előjöttek. És itt este már megérkeztünk Asszába, a külsivatagba. Itt még elég kevés autó van, itt pont a Hyundai látszódik mellettünk, illetve itt történik egy tanulságos eset, talán a következő kérdés. Igen, még mielőtt rámenni, a Hyundai-osokkal igazából itt találkoztunk először. Igen. A rajt után, és igazából itt is ismerkedtünk meg velük, mert nekik is antenna problémájuk volt, meg térkép problémájuk, meg aztán pálinkájuk is sok volt. Mindaztán segítettünk nekik, aztán. És akkor megismerkedtünk. És itt egy fontos szabály van, amit sikerült megtanulni, amit látszik a képen, hogy ha az ember külsivatagban van és a sátrát nem tudja leszúrni, akkor legalább rakjon bele köveket. Ha nem, akkor az esti sportot megkapja úgy, hogy papucsban meg lehet tapasztalni, hogy milyen jó érzés ilyen külsivatagon keresztül szaladni. Itt azért lepergett a szemeim előtt, hogy így a második nap már szállás nélkül maradok, és azért az európai kocsiban alvás nem esett olyan jól, tehát majd, hogyha elfújja a szél végleg a sátramat, akkor valamit ki kell találni, de hál' Istennek utolértem a sátrat. Innestől kezdve mindig ki volt kötve az autó kerekéhez. Igen, itt a következő szakasz, itt ez egy úgymond újdonság volt, a legutóbbi rally volt először ilyen szakasz, itt megint csak hoztak a szervezők egy olyat, hogy két napig nincsen szervezett tábor, hanem úgynevezett maraton van, tehát mindenki úgy oldja meg, ahogy akarja. Akkor mi úgy döntöttünk, hogy akkor mi két napra tervezett utat egy nap alatt meghozzuk. Itt érünk ki először az óceán partjára is, ami hát tényleg lenyűgöző élmény volt azt a hatalmas erőt látni, amit itt fogadott minket. Igen, és ráadásul pont ezen a napon volt a születésnapod is. Tényleg. És a születésnapodon láttad először az óceánt, hát ez volt az én ajándékom. Köszönöm szépen. Egyébként ez bennem nem tudatosult, hogy ez így történt, de köszönöm szépen, Péter. Igen, kint az óceán parton vagyunk, itt ezekkel vigyázni kell ezekre a sziklákkal, mert még az erózió működik, itt elég sűrű vannak leszakadások a széléről. Voltak bátor emberek, akik kiálltak a szélére autóval, mi azért hagytunk egy kis távolságot magunknak. Igen, látszik, hogy tényleg hatalmas erővel mossa a partokat az óceán. Illetve ugye ez a terület az, ahol már elkezdtünk bemenni a Marokkó déli részébe, a nyugat-szaharai részbe. A Nyugat-Szaharáról annyit tudni kell, hogy ez egy politikailag elég instabil terület, jelenleg Marokkó része, de csak úgy Marokkó része, hogy Marokkó katonailag megszállta. És ez egy elég érzékeny téma a marokkóiaknál, tilos bármi nem jó olyan térképet tartalmazni, vagy olyan ki térképet birtokolni, a Nyugat-Szahara önálló országként van kezelve.
illetve ezért a katonák, rendőrök elég agresszíven is lépnek fel, bár amik nálunk nem volt semmi, nem szóltunk bele ebbe a politikai vitában, nem foglaltunk állást, mi mindenkinek mindent elismertünk, amit kértek. És az ellenkezőjét is. Így van. Ki mit kért, mi úgy nyilatkoztunk. Igen, ez a Dakola, ez a Nyugat-Szahara egyik legnagyobb városa, onnan indultunk el a Mauritánia felé. Itt volt szerencsénk egy szállodában aludni, vagy hát ilyen bungalóban, de ez egy nagyon, nagyon luxus körülmény között töltöttük az éjszakát. Igen, Daklában úgy gondolták, hogy fellendítik a turizmust, úgyhogy van repülőtere is Daklának. Itt az előző képre, hogyha visszamegyünk, ez nem pont jó helyen van, de mindenkinek volt egy ilyen karkötője, amin egy NFC-s chip van, és volt a 00-as szervező autó, amin, hogyha ezt lepittyentettük, akkor az itthoniak láthatták, hogy adott este beértünk-e a táborba. Feltéve, hogy a 00-as autó bement a táborba, és nem a városi hotelben töltötte az éjszakát, ez azért előfordult néhányszor. Igen, itt már látszik a tájváltozás, a Mauritánia felé közeledve gyakorlatilag minden növényzet, vagy a növényzet nagy része megszűnik, és csak a végtelen síkság és sivatag az, ami az embert várja. Mauritániának 91-2%-a sivatag, és ott nem is lakik senki. Tehát eléggé, ahol laknak, ott elég sűrűn lakott a település. Itt látható, hogy találtunk egy boltot, és minden napunkat úgy kezdtük, hogy megbeszéltük, hogy hol fogunk szerezni vizet, illetve valami kenyérfélét, ami itt ezen a környéken valamilyen lepényben materializálódott, később pedig ilyen bagettek formájában, így ez attól függ, hogy hol éppen milyen. Igen, és ezek a lepények egyébként elképesztően finomak. Az látszik, hogy ugye ők még hírből se hallottak a térfogatnövelőkről, illetve a különböző javítószerekről. Mondjuk azt is tudni kell hozzá ezekben a boltokban, hogy a áruválaszték nem túl bőséges, tehát itt tényleg csak kenyeret és palackos vizet érdemes vásárolni. Tehát csak azt lehet vásárolni. Nem igaz, kivétel, még egy termék. Kettő termék, kettő. A Coca-Colát lehetett mindenhol venni, és Pringles-t. Pringles-t. A Coca-Cola feltűnt, mert azt néha bűnbe estünk. De azért nagy költségekben itt nem lehet vernie magát az embernek a helyi boltokban. Körülbelül ezen a helyen volt, ahol rádöbbentünk, hogy valójában azok a garázszerű dolgok, ami elé ki van téve palack, az volt. Igen, ahol gázpalack van, az volt. Semmi más ráutaló nem volt. Ezt vettük észre, hogy ilyen összefüggés van, hogy ahol gázpalack van, ott általában lehet vizet venni, meg kenyeret. Így van. El is elérkeztünk a ráktérítőig. De akkor én eddig abban hívtam, hogy ez volt a születésnapom, de akkor ezek szerint ez a születésnapom után egy nappal. De csak elértük a ráktérítőt. A Mauritán határtól. Volt egy magyar tábla ráktérítő felirattal, az eltűnt 2 éve, de ha minden igaz, akkor most idén egyik bamakós csapat most tett le egy szintén magyar nyelvű ráktérítő táblát. Bár két lemond még otthon. Fából faragott volt, eljöntek, lebetonozták, de mivel fából, nem gondolnám, mivel fából van, így valószínű, hogy már nincs ott. Igen, itt a hotellen, itt szintén itt a határtól egy 500 méterre vagyunk, a Mauritán határon, de majd csak reggel 9 órától van nyitva, reggel 9 órától délután 5 óráig. Úgyhogy itt megálltunk, egy szállodában aludtunk a városba, ezek már nem a kijelölt táborokban voltak, itt saját fejünk után mentünk. És itt a helyi határőr javaslatára, ő mondta itt este, hogy hát már álljunk be most a sorba, ne reggel, úgyhogy ki is parkoltunk és beálltunk a sorba, hogy másnap reggel kedvezőbb helyről várjuk az átkelést. Itt a Mauritán határa várunk,
régebben ez a mauritániai határellenőrzés az egy elég bonyolult folyamat volt. Most a szervezők annyit segítettek ebben, hogy ugyan a marokkói kiléptetést azt végig kellett itt játszani, de a mauritániai beléptetést az első mauritán táborba vitték be, és ez lényegesen meggyorsította az átkelést. Igen, cserében nem volt szabad megállnunk a határtól az első táborhelyig, kijelölt útvonalon kellett menni, nem lehetett letérni róla, mert különben fogda meg. Igen, és azért egy mauritán fogda nem szívesen akartunk kipróbálni. Még annyi volt itt, hogy itt a két határ között van egy 30-40 kilométeres szakasz, ami jelenleg senki földje, ezt az ENSZ demilitarizálta. Úgyhogy ez egy olyan szempontból volt érdekes, hogy veszélyes szakasz, hogy ott felhívták a figyelmet, hogy nincsenek helyi hatóságok, az tényleg a helyi berber törzsek felügyelete alatt van, illetve az út két oldala alá van aknázva, úgyhogy nem javasolják a túrázást ezen a területen. De itt már ez már az első táborunknak a fotója, a sivatag közepén. Igen, és akkor itt elméletileg nem tudom, hogy van róla kép, de itt felállítottak 4-5 ilyen nagy katonai sátrat, ott abban zajlott az országba a beléptetés, ott lefényképeztek, meg új lenyomatot vettek, illetve minden formaiság megtörtént. Így van. És ugye azt is lehetett itt már látni több embernek, mert nagyon sok embernek ez volt az a pont, ahol előjött inkább úgy mondom, hogy morálisan a mélypont. Mauritánia, illetve ez a vidék tényleg sokat kivesz az emberből az maga, hogy nem látsz semmilyen, nagyban nem semmi vidámságra, okot adó területet, tényleg a végtelen sivatag, az őrült meleg, növényzet nélkül, itt nagyon sokan kerültek mélypontra. Igen, és igazából a helyi embereknek a látványa sem felvidító, ők is mérhetetlen szegénység. Ülnek egy kő mellett, néznek maguk elé, nincsen semmiük, vegetálnak, próbálnak a nap elől elbújni és túlélni valahogy. Igen. Igen, itt ebben a táborban találkoztunk egy másik csapattal is, akivel későbbiekben több időt együtt töltöttünk, ez egy apa-fia páros volt. Az édesapa Misi bácsi egy 54-es születésű idősebb úriember volt, illetve a fiával vett részt a versenyen, és vele is itt barátkoztunk össze. Később mondta is, hogy ő személyesen is nagyon örült akkor, amikor mi oda mentünk hozzá beszélgetni, mert ők is úgy érezték, hogy ők itt feladják ezt a versenyt, mert tényleg ők olyan mélyponton, vagy olyan mélypontra kerültek a morálisan. Itt már azért a fáradtság is megvan az emberekben, meg tényleg ez a végtelen, kietlen táj, ez sokat kivett a mezőnyből. Ma de belülünk már? Hát belülünk tényleg nem egyébként. Miért nekiálltunk főzőcskézni? Igen, pálinka is előkerült szokás szerint, és itt ebbe a táborba történt meg az, hogy már állandó internetünk is lett az esti táborokban a főzésnek köszönhetően. Ugyanis éppen lecsót készítettünk, amikor megérkezett egy másik csapat mellénk, akiknek a maradékot adtuk oda amúgy. De persze úgy csomagoltuk, hogy nem kérnek el egy kicsit, de előtte mi már teljesen jól laktunk, és így gondoltuk, a mosogatást megsporoljuk, de ők kellően hálásak voltak, hogy utána nekik volt ilyen Starlink-es internetük, és megadták a jelszót, úgyhogy itt nekünk innestől kezdve az esti táborokban meg lett az internet kapcsolatunk. Igen. Ha már az internet kapcsolat, akkor elmondom, hogy minden országban, amikor beléptünk, vettünk SIM-kártyát és helyi SIM-kártyát, és arról próbáltunk mindig internetet varázsolni magunknak. Többnyire sikerült is. Egyedül Szenegálban volt lázongás volt, és ezért az egész országban leállították a mobilnetet. Viszont én elhoztam az összes SIM-kártyát, amit vettünk. Mindegyiken van még egység, hogyha valaki meg Afrikában... Szívesen adjuk. Igen. Nem adtuk meg senkinek a telefonszámunkat, úgyhogy kéretlen hívások nem lesznek rajta. Igen, ez a támad egyébként egy öböl partján volt, az óceán partján, de hát ez tényleg gyakorlatilag itt végig ilyen 50 centis víz volt, úgyhogy csak sétálgatni lehetett az utcánban.
Igen, ez még mindig Mauritánia. A következő út a cél, ez a Nouakchott nevezetű hely, ez Mauritánia fővárosa. Hát az látszik az egész országon, az úthálózaton, illetve magán majd később Nouakchotton is, hogy rendkívül elmaradott ország, de azt is hozzá kell tenni, hogy maga az óceánpart vagy a természeti értékei gyönyörűek. Ezt a fényképet próbáltuk berendezni itt a pódiumnak a bal oldalán. Pont ugyanannyi kagylót tettünk oda, hogy élőben is meg tudjátok nézni. Igen, de az is látszik, hogy itt nincsenek turisták a tengerparton, hogy tényleg itt ezrével hevernek a kagylók a óceánparton. Igen, és a legszebbek is. Igen, tényleg. Ó, ez egy nagyon érdekes csapat, ők mellettünk sátoroztak ezzel a Peugeot-val, ez három fiatal srác, ők egy Hyundai terepjáróval indultak el Magyarországról, de Franciaországba lerobbantak, és nem tudták megjavítani az autójukat. Itt a srácok nem estek kétségbe, hanem vettek egy helyi kereskedőtől egy ilyen lerobbant Peugeot-t, erre gyorsan átragasztottak minden matricát. Azt is látni kell, hogy azt is tudni kell, hogy semmilyen papírjuk nincs erről az autóról, tehát úgy mennek át a határellenőrzéseken, hogy azt nem tudom. Csak egy francia adásvételi szerződésük van, bár ugye ők nyilván azt mondták, hogy amit nem tudsz megoldani pénzzel, old meg sok pénzzel, tehát hogyha a határőr valamit kérdez, és 10 euró nem elég, akkor a 20 az már talán megfelelő lesz. De hát ugye ez az autó is már itt egy kicsit megvisel, mert az első homokos elakadásnál meggyőztek egy terepjárost, hogy rángassa ki őket az elakadástól, és mint látszik, az autó elejét sikerült leszakítani, és nem a kihúzás, de azt mondták, hogy tök jól működik minden, ez most már csak egy kis tulajdonsága az autójuknak, hogy nincs meg az elején. Ő pedig Alfa nevezetű helyi tag, aki hát igazából kereskedésből élt, próbált ránksózni mindenféle dolgot, de nem tudom, rád sikerült-e valamit. Könyvjelzőt vettem tőle. Ja, igen. Egy-két dolgot így próbált eladni, igazából alkudozni tanított meg minket. Igen, meg azzal fárasztott, hogy majd ő bevisz minket Nouakchottba, a belvárosba, menjünk be vele, ő tudja a legjobb helyeket. Hát nem tudom, hogy bárki bejött-e vele, vagy bemente vele, de ha nem tudom, ha akárki bement vele, lehet, hogy nem tért vissza, nem tudom. Igen, pláne azután, hogy pálinka van a kezébe. Amúgy hosszas rábeszélés után, ugye ők már tényleg a Mauritánia egy iszlám köztársaság, ott már ugye az államvallás, vagy a maga az államszervezet is az egyház határozza meg, úgyhogy ő itt abszolút a bűnözés útjára lépett, de ezért megkóstolta a hozott pálinkát. Ízlett neki. De hát nem úgy tűnt egyébként, eléggé húvokat utána. Hát te is olyan fejet láttam. Igen, innen Mauritánia fővárosából indultunk el Szenegálba. Itt van egy kis videó a főváros. Igen, ez még a Nouakchott. Ez, amit most látunk, ez Nouakchottnak az egyik fő útvonala. Hát igen, nem egy világváros képítettségű, de azt is lehet látni hozzá, bár mondjuk a videó ezt annyira nem adja vissza, hogy a kereszt semmilyen szabályát nem ismerik a helyiek, illetve az itt lévő autók műszaki felkészültsége az olyan, hogy ami gurul, azzal lehet menni. Tényleg elképesztő kaotikus közlekedést valósítanak meg a helyiek. Talán az európai szabályok közül a párhuzamos közlekedés az egyetlen, ami nyomokban felfedezhető, de amúgy semmi. Piros lámpa, kereszteződés, semmi. Semmivel nem foglalkoznak. Igen, de hogyha európaiként papusban vezetsz, az veszélyes. Igen, de azt majd később Kínában büntetnek meg egy ilyen történetért. Itt még jól követők voltunk. De tényleg iszonyatos műszaki állapotban lévő autókkal is ugyanúgy közlekednek. Illetve még annyi probléma volt itt Mauritániában, illetve itt Nouakchott környékén, hogy azt már előre szóltak a szervezők is, hogy ebben az országban benzin nem igazán van, tehát mindenki vigyen magával műanyag kannát, vagy amivel meg tudja oldani azt, hogy ezt az országot átviselje. De igazából mi találtunk, hogy a 5.-6. benzinkúton legalábbis azt mondták rá, hogy benzin betankoltuk és működött is vele az autó. Hogy valami benzinszerű folyadékkal fel tudtuk tölteni az autót. Igen, itt éppen azt mutatom a GPS-en, hogy ez fő. Ez tényleg egy magas rangú útvonal, de visszatérve a benzinre, hogy pont Marokkóban volt a legrosszabb minőségű benzin, amit tankoltunk, ott még a
komputer is bejelezte azt, hogy... Igen, hogy emissziós problémáink vannak. Meg itt látszik is az utakon, itt a főutakon, hogy mennyire szemetes a környék, tehát tényleg elég szörnyű körülmények között élnek. Igen, és a szemét, az, mivel nekik sincsen semmiük, így a szemét sem az övék, mindenki, ahol van, ott dobja el. Tehát nincsenek kukák sem, meg lehetősége sincs hova tenni, annyira nem érdekli őket a szemét kérdés. És ahogy még a sivatagba is, ahogy mentünk, több száz kilométerre nincsen sehol semmi, de ott is pokáig ér a szemét. Hát igen, itt a helyi közlekedés szépségei. Itt látszik az úton, hogy az előttünk lévő terepjáról is itt elakad. Ez a, szintén a fő útvonalon. Itt kereszteződésben. Ott megy egy kis szamaras járvonal is. Na de ő ki tudott lőni. Itt éppen tanulkodunk, hogyha a terepjáró így elakadt, akkor mi hogy fogunk tovább menni ezen a kereszteződésen, de azért sikerült. Igen, itt már Szenegál felé haladunk, a Szenegál folyó partján. Egy gáton, illetve a gát mellett, itt ez most itt nem tudom, hogy a gáton vagy a gát mellett volt, közlekedtünk. A krokodil veszélyre figyelmeztető tábla, hogy de nem láttunk krokodilt, vagy igaz, sem nem. Nem, de azt megbeszéltük, hogy ha itt robbannánk le, akkor nem szállunk ki a kocsiból, egész biztos. Ó, és ez már Szenegál, ez egy nagyon, nagyon kedves kép már számunkra. A Szenegálban hideg sört is lehetett kapni, a Gazella márkájú nedűt vásároltuk a táborba. Igen, jól esett, akkor már jó régóta nem ittunk sört, csak pálinkát. Pálinkát az kellett minden. Hát, volt, aki reggel is ívott. Igen, mi este vettük be. Mi nem ittunk, csak este már. A malária gyógyszerre vettük be. De itt a határon csak egy kis afrikai hozzáállás, vagy egy kis történetet, hogy itt volt az, hogy átértünk a határon, Szenegálba, mi voltunk az egyetlen autó délután egy órakor a határállomáson, és előttem a határól közölte, hogy akkor most bezár, mert hogy elmegy a védelni. De mondtam neki, hogy jó ember, hát én vagyok itt egyedül, nem igazán hatotta meg a dolog. Kérdeztem, hogy meddig tervezi az ebédet, mondta, hogy egy óra vagy, ahogy sikerült. Nem igazán stresszelik túl a hétköznapokat, és nem is értik az európai embert, hogy nekünk mi ezzel a problémánk, hogy most egy órára ott leülsz a porra és várod, hogy ő megebédeljen. Igen, itt a helyi arcot a szenegáli táborban gyülekeztek. Azt is lehet látni talán itt a képeken, de hogy nem biztos, hogy a képek visszaadják, hogy azért Mauritánia után Szenegál az egy rendkívül fejlett országnak számít. Tényleg olyan, mintha nem is tudom, Bulgáriából Svájcba menne az ember egy határát kerül. Tehát itt már kiépült infrastruktúra is. Igen, és nem csak az emberek az infrastruktúra, hanem a természet is teljesen megváltozott, ismét lettek növények, illetve megjelentek az állatok is. Baromi sok állat lett hirtelen. Mindenféle állat, tényleg kecskétől elkezdve. Majmok. Tehenek, igen. Majmok, minden. És itt még kukás autót is láttunk. Igen, annyi probléma volt itt a szenegáli részen, ami egy kicsit úgy megijesztette a mezőt, néhányan vissza is fordultak, hogy épp mielőtt mi érkeztünk előző nap, döntött úgy a helyi elnök úr, hogy a februárra kiírt választásokat ő elhalasztaná decemberre, és ezt a helyi lakosság nem annyira értékelte, tehát egy kisebb ilyen forradalomszerű vagy utcai tüntetésekbe torkolló események kezdődtek el, ami ugye azért azt lehet érezni, hogy Afrikában ez könnyen elfajulhat annál durvább eseményekre, de hál' Istennek itt ez nem történt. Úgyhogy mondom, hogy jó páran visszafordultak, hogy ők ezt nem vallalják. Mi úgy gondoltuk, hogy nagy probléma nem érhet minket, de hát nem is volt. Nem találkoztunk, nem ért minket semmilyen atrocitás. Viszont itt valahol mondanám el, hogy itt egészen máshogy használják egész Afrikában a telefont, a mobiltelefont, mint ahogy mi itt Európában használjuk.
Ugye itt épp az előbb egy oranzs bodegát lehetett látni. Mindenkinek van telefonja, bármennyire is hihetetlen, ahol nincs mit enni, telefon és internet az ott is van. És minden egyes telefonhoz, minden egyes SIM-kártyához tartozik egy idézőjelben egy bankszámla is, vagy úgy kell elképzelni, mint hogyha ilyen bankszámla meg feltöltőkártyás mobiltelefon lenne egyben, és egymásnak tudnak utalgatni egyik telefonszámról a másikra lóvét vagy pénzt, meg abból tudnak vásárolni, meg feltölteni tudják, meg hát tényleg, mint hogyha a bankkártyát is helyettesíteni nekik a SIM-kártya vagy a mobiltelefon. Igen, itt látszik, hogy itt a Szenegálban azért is mutattuk be ezt a videót is, hogy itt az utak minősége is tényleg kifogástalanultak voltak. Itt a mentők Radinde felé felé, az már az ország déli része, ahol majd megint csak nem a hivatalos tábort, hanem egy kempinget fogunk az éjszakai táborra választani. A jó utak mellett az egyetlen probléma az, hogy ami innestől igazából korábban is volt, de innestől elkezdődik, hogy a falukban, városokban a kecskék meg a haszonállatok azok gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek. Városon kívül meg tényleg bármilyen tehén, vagy korábban teve volt, de kecske is akár egy falusi embernek, vagy bármilyen, tehát nagyon kell figyelni, hogy ne találkozzunk a helyi faunával. Igen, és ugye itt lassan elkezdődik a szavanna is elterül előttünk. Egyre jobban jönnek a kis fák, és ahogy elhagyjuk majd ezt a köves utat, úgy tényleg bejön a szavannára jellemző kaotikus úthálózat, ahol 600 út keresztez másik 300 utat, és mindegyik út vezet valahova, általában vagy egy faluhoz, vagy egy úthoz, vagy csak valakinek a földjéhez, de baromi sok út van, baromi sok útelágazódás, és nem lehet tudni, hogy merre menjünk tovább, meg merre megyünk tovább. Igazából folyamatosan kell nézni azt, hogy merre haladunk, és jó-e az irány. Igen, ezek a helyi városkák. Itt tényleg szinte minden település ugyanígy áll fel, hogy van egy rajta keresztül vezető főút, és akkor két oldalt az árusok meg a lakosok. De itt már látszik, hogy azért végre van növényzet, végre vannak fák, ez sokat dob az ember lelki világában. De hát még úgy említettem, hogy Szenegál sokkal fejlettebb, mint Mauritánia, de azért az is látszik a képeken, hogy azért nem európai gazdagság van itt. Ja, és hát ezek a fekvő rendőrök, amik zseniálisak, tehát nem tudom, hogy ki az, aki gyorsan akar hajtani, de jelzem neki, hogy nem tud, mert ezek a fekvő rendőrök olyanok, hogy éppen kettesbe lehet átmenni rajta. Igen, most itt a videón éppen egy aránylag jó minőségi út van, de úgy kell elképzelni, hogy ha megyünk egy olyan földúton, ahol 10-zel, max. 15-tel lehet menni, fekvőrendőr ott is lesz. Az van, az mindig van. És nem ez a szabvány európai fekvőrendőr, hogy kiméri a kocsit, hanem tényleg kettőnél, hogyha kettőnél többen megy rá az ember, akkor odajutti a kocsinak az alját. Itt ütközben volt egy útlezárás is, úgyhogy ezt le is videóztuk, ahogy itt leterelnek minket a főútról. És még itt Szenegál déli részén, de egyébként nagyon szép területekre sikerült lehúzni minket. Igen, itt jól látszódik, hogy itt a jobb oldalon van minden fodrásztól elkezdve, gyógyszertáron keresztül, még valami kajáda is rémlik nekem. Hát nekem hálásnak nem lépjük, mert nem álltunk meg. Voltak itt kollégák, itt pont a következő táborban lesz az, ahol kiderült, hogy voltak úri emberek, vagy volt csapatok, akik a helyi kulináris élvezeteket élvezték. Ők sajnos aznap esti táborban majd kiderül, hogy a vérhas nevű problémával kell, hogy megbírkozzanak. Nem tudom, hogy mi lett a sorsuk, hogy a helyi kórházak vendégszeretetét élvezték, hogy tovább mentek, fogalmam sincs. Tehát maga a randinál azt látni kell, hogy itt mindenki magáért küzd, és mindenki
egyedül van, vagy azzal van, akivel összebarátkozott útközben. Itt nincs arról szó, hogy a rally szervezők majd kimentenek téged, ha elakadtál, vagy ha műszaki hibád van, vagy ha kórházba kerülsz. Csak is kizárólag saját magadra számíthatsz. Igen, a rally szervezői valójában a vízumokat intézték el, hogy azzal ne legyen probléma, illetve a határokon való átkelést igyekeztek megkönnyíteni. Meg egy védett tábor testénként, amit mindig a helyi rendőrség vagy katonaság úgy, ahogy biztosított. Igen, de visszamenni senki el nem mentek vissza. Pont volt is ebből probléma, de minden problémára magunkra voltunk utalva. Igen, a saját kreativitásában, illetve esetlegesen a társok segítségével lehetett bízni. De hál' Istennek nekünk nem volt szükségünk rá, vagy hát komolyabb problémák nem értek. Ez a Lábe nevű város. Ez egy iszlám egyetem. Nem Lábe, hanem Tuba. Iszlám egyetem, mert láthatjuk. Ez a Tuba, én úgy emlékszem, ez a város nem a helyi iszlámnak az egyik szent helye. Körülbelül 2 óra hosszú volt, még átverekedtük magunkat ezen a városon, mert tényleg rengeteg ember volt, és ezekkel a kis szamaras kocsikkal mászkáltak mindenfelé, ami jelentősen lassította a forgalmat. Itt szerencsénk volt, mert itt elég gyakran vannak zarándoklatok a helyi iszlám közösségnek, ez kicsit hasonló, mint Mekka, valahogy úgy is deklarálják, ugye, hogy a harmadik szent helye. Igen, azt írták, hogy vannak olyan időpontok, amikor 1 200 000 ember van konkrétan ebben a városban, ami baromi sok ember egy ilyen ekkora méretű városhoz. Igen, és akkor felhívták a figyelmet, hogy olyankor minden olyan szokástól tartózkodjunk, ami őket sértheti, például a cigarettázástól kezdve egészen apróságok lehetnek, ami a helyi közösségnek sértő lehet, tehát ettől óvakodjunk, de mondjuk szerencsénk volt, mert aznap, amikor mi voltunk itt, nem volt ilyen zarándoklat. Ez itt a Gambia folyó partja, itt aznap éjszakát, tehát az előző napról erre a napra való reggelre való éjszakát itt a folyóparton töltöttük egy kempingbe, ahol legalább volt tusoló, mármint tudja, hogy volt tusoló, de elég is az volt. Igen, ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy európai tusolót, és az illemhelyeket sem úgy kell elképzelni, mint egy európai angol illemhely. Ez inkább valahogy úgy tudnám leírni, hogy a tusoló is úgy nézett ki, mint mondjuk egy 40 éve elhagyatott szovjet laktanya, hogy igazából volt egy cső, ami kijött a falból, és ha megnyitottuk a csapot, még víz is folyt belőle, természetesen hideg. De akkor nagyon értékeltük azt is, sőt, alig vártuk, hogy egy-egy ilyen helyre eljussunk. Viszont nekem erről a képről az az emlék ugrik be, hogy itt a közelben volt egy nemzeti park, nagyon-nagyon közelben, ahol vízilovaktól elkezdve nagyon sokféle állat volt, és reggel arra ébredtünk fel, hogy nem messze tőlünk vízilovak bőgtek. De nem láttuk őket, csak a hangokat. Csak a hangokat hallottuk, de a majmok azok viszont tugáltak itt a fákon, azokat láttuk. Utána valaki közölte megmutatásul, hogy a legtöbb ember elleni támadásért a vízilovak a felelősek, úgyhogy nyugodjunk meg, nem lesz semmi baj. Igen, itt a helyi falvak, illetve termeszvárak, itt rengeteg termeszvár volt látható a környéken. És itt ez egy vízesés, milyen meglepő. Ide úgy tudtunk eljutni, hogy egy kis faluban, talán az volt maga Dindefelló, ugye, ez a kis falunak a neve, odáig elmentünk autóval, és utána az erdő keresztül egy helyi srácot kellett megfizetni, aki mint vezető elvitt minket a vízesésre. Persze ennek az volt a lényeg, hogy a helyi faluban lakó srácok jó pénzt keressenek a európaiakon. De amúgy jó volt, egy egészségügyi ápoló volt a srác, felvitt minket a vízeséshez. Hát nem mondom, egy 30-40 percig sétáltunk. És mindig a felénél jártunk. Amikor megkérdeztem, mindig azt mondta, hogy fél úton jár. Folyamatosan 20 percig fél úton jár. Valami nagy köves szakaszon mentünk papucsban, persze. De mentségével legyen mondva, hogy ugye a Péter volt papucsban, és ő előre szólt, hogy ebből baj lesz. Tehát én mondtam, hogy nem ő felül papucsban. Nem lehet, hogy meggondoltad már fél úton. Nem volt semmi baj, felmentem. Itt tönkre is ment a papucsod, nem? Nem, itt mentünk rá a papucsra.
vízes, és legalább ilyen 60-70 méter magas volt. Tényleg viszont magas, gyönyörű látni, nagyon fenséges. Meg is küldöttünk a vizébe, meg azt tudom mondani, hogy elképesztően hideg volt. Tehát szerintem ilyen 15-16 foknál nem nagyon volt meleget. De hát ha már ideig eljöttünk alapon, akkor már mindenképpen belementünk. Itt egy másik srác volt, aki éppen láthatóan háttal ül az egész vízesésnek, tehát látszik, hogy őt nagyon meghatotta a történet, de valószínűleg ő is egy csoportot kísért ideig fel. Ez pedig a helyi falu, ahonnan indultunk, és itt ez a fa, mangófa, kérdeztem a helyi erőt, hogy miért, és akkor ő mondta, hogy hát ez egy mangófa, de még két hónap múlva fog beérni a gyümölcse, úgyhogy... Úgyhogy aki most jár arra, vagy most menne... Az mangót falatozhatna itt. Igen. Igen, itt helyi srácokkal bandáztunk. Azt tudni kell, hogy minden egyes Afrikában meglátott ember úgy fordult oda hozzánk, hogy kadó. Igen, ami azt jelenti, hogy ajándék. És a gyerekek álltak az út mellett, amikor mentünk el, rohantak a kocsi fele, nem tudtuk, hogy lassítsunk, vagy gyorsítsunk, hogy elütjük őket, vagy elmegyünk előttük, rohantak a kocsi fele, és ordították, hogy kadó. Ilyenkor nem tudunk nekik adni semmit, mert hogyha megállunk, szétszedik a kocsit. Meg egymást is. Volt Mauritániában volt egy olyan helyzet, hogy azt is mondta, hogy most nincsenek sokan, megpróbál pár srácnak adni cukorkákat. Vittünk nagyon sok ilyen apróságot, amit itt tudtunk osztogatni, és kinyitotta a kocsi hátulját, és én nem tudom, hogy, de egy pillanat alatt olyan sokan lettek, és elkezdtek verekedni. Én körülbelül 3 méter álltam a kistól, és így néztem, hogy hú, ebből baj lesz. És egy idő után csak azt néztem, hogy Attis még két lábon áll le, vagy kezdjem el ilyen Bud Spencer-esen leszedegetni. De aztán a ordítozásom segített megjuttatni a kerélyeket, lecsuktam a csomagtartót, mindenkire ordítáltam, hogy itt a vége az ajándékozásnak. Akkor meg pislogtak rám nagy boci szemekkel, hogy miért, hát mondtam, hogy mert egymást fogjátok megölni itt a mindenféle ajándékért. Itt a helyi táborban, a helyi falu lakók mutatják be a gyönyörű táncaikat. Be lehetett volna állni is közéjük, hogy kihagytuk ezt a néptánc túrát. Nagyon hangulatos volt amúgy. De volt egy-két helyi, vagy volt egy-két versenyző, aki beállt utána ide, próbálkozott táncol. A helyiek jól szórakoztak rajtuk, hogy a butafehér emberek ilyen béna mozgással próbálják utánozni az ő táncokat, vagy az ő előadásokat. Viszont én ebben a táborban mentem el begyűjteni a pálinkadót. Igen, ez volt a Péter találmánya. Ez nekem nagyon tetszett, hogy mondtam, hogy kadó, egy kis pálinkadó, és én mentem a kis poharammal az összes bamakóshoz, és hát másnap úgy éreztem, hogy mindenki adott. Igen, másnap gyakorlatilag én vezettem. Ez nem igaz, sem reggel vezettél. Egy órát nem vezettél szerintem körülbelül, max egy órát. Nem megyek vele többet sem. Igen, itt ez a Dindefelló lábé szakasz, ez egy újabb határátfelés. Nek a napja. Igen, felvettük, hogy körülbelül ezt láttuk. Ez ilyen vörös alakos, vagy vörös homokos úton közlekedtünk végig, igazából a porban itt nyertük a port. Nem győztünk elég vizet inni, nem csak a meleg miatt, hanem a por miatt is, de folyamatosan mindenhol por volt, az autóban is, bennünk is, tehát ez egy... Igen, ez tipikus olyan, mint amikor valami felújításnál, vagy építkezésnél az ember egész nap szívja a port, hát pont ugyanez volt, hogy orrot fújtunk, és téglák jöttek ki meg. Tényleg. És te mindezt másnaposan csináltad. Nem. Ja, igen, ez a határ, itt megérkeztünk a határra, gyönyörű nagy kocsisor, mondjuk itt fényképet nem sikerült róla csinálni, de itt a határ egyébként egy ilyen sárkumbó volt, ahol egyetlen ember egy napozóágyba feküdt, nézte a foci meccset, ő volt a határ. És egyesével mindenkit ő útlevél kezelt, vagy ez túlzás, hogy útlevél kezelt, de valamit bepecsételt. És közben persze a helyi gyerekek azok
azok tömegével jöttek kadót keresni, hogy szerencsétlenek, hogy valami kis ajándékhoz jussanak. Az biztos, hogy ebben a térségben a fehér ember ez a gazdagság szinonimája, de igaz is, tehát hozzájuk képest azt gondolom, hogy minden ilyen, akik itt ülünk a teremben, elképesztő gazdagok és szerencsések vagyunk. Igen, itt a két határ közötti terület, itt nem volt kiépített út, hanem ilyen hegyeken lehetett menni. Azt mi is utólag tudtuk meg, hogy voltak, akik ezt a kis sárkúnyhót, ami a határállomás volt, azt nem vették észre, hogy ez a határ. Ezért ezen a három órás úton meg a hegyeken átzögykölődtek Guineába, ahol a guineai határőr közölte velük, amivel nem léptették őket ki Szenegából. Ezért akkor három országot irány vissza a pecséttel, és akkor majd jöjjön vissza azzal a pecséttel. És itt valóban nincs más választás, mint akkor az ember vigyorog egyet, és beül az autóba, és egy 6-7 órás fordulóval már ott is van a kellő pecséttel. Vagy van még más választás, nyilván pénz. Sok-sok pénz. Igen. De akkor még ezt nem tudtuk mi sem. De nekem nem is volt rá szükségünk. Erre nem volt szükségünk, igen, de mikor már Sierra Leone-ban voltunk, akkor már tudtuk, hogy nem kell aggódni semmit. Ha van még nálunk pénz, akkor nem kell aggódni. Az mindent elintéz. Igen, ez meg már a guineai rész, ahol ismét a jól ismert vörös salakos úton haladunk tovább. Ez utána lett egy kis aszfaltos út, és ott nagyon megörültünk, hogy akkor úgy számoltuk, este 8 óra felé be fogunk érni a táborba, ahol tartunk. Arról most nem lesz videó, hogy nem készítettünk róla videót, de kiderült, hogy útközben van egy 30 kilométeres szakasz egy hegynek fel, ahol megint nem lesz lehetőség aszfaltos úton menni, úgyhogy ez egy nagyon hosszú etap volt, itt este 11 éjfél környékén sikerült beesnünk a táborba, ami nem is ott volt, mint ahol előre jelezték, mert útközben volt egy kis változás. Nagyon-nagyon rossz volt az út, az bennem az maradt meg, hogy azt hittem, hogy soha nem lesz vége. Ilyen nem lehetett látni semmit, térdig érő kártyuk, bármelyik méter után jött egy, ugye már sötétbe mentünk, és tényleg ilyen térdig érő kártyuk, amikbe ha belemegyünk, akkor hát ott kitöröd a kereket, vagy ha szerencsére egy túldefektel megúszod, de tényleg az eléggé, ez egy elég nehéz szakasz volt, és rendkívül fárasztó. Ez a Lábi nevű helyre mentünk, ami egyébként Guinea egyik nagyvárosa, nem a fővárosa, mert ez Bojdur. Ja, nem, az más, az Gambia, akkor a fővárosa. Ugye itt az éget terület miatt van ez a fénykép betéve, nagyon-nagyon sok pozott tűz van, spontán pozott tüzektől elkezdve. Meg a helyiek is gyújtanak. Tervezett pozott tüzekig is. És amikor mentünk, vagy a portól, vagy a füsttől, de valami miatt még soha nem lehetett látni. Mindig homályosan láttuk a szemközti hegyeket, mindent. Igen, úgy növelik a termőterületeiket, vagy úgy csinálnak termőterületet, hogy felhűtják az erdőt, és akkor aztán utána egy kis szabad területet csinálnak maguknak. Guinea megint csak egy jóval szegényebb, vagy jóval nehezebb helyzetben lévő ország, mint Szenegál. Azt gondolom, hogy még talán, vagy talán körülbelül ilyen Mauritánia szinten. Igen, amit érdemes tudni Guineáról, hogy kettő darab köves útja van, kettő az egész országon belül. National 1, meg a National 2, tehát az köves útnak azért nehéz, bár voltak jó szakaszok, de inkább maradjuk annyiba, hogy olyan köves út, ami valaha biztos jó volt, tehát itt a Lábiba, ahol este aludtunk, ott is valami régi kubai reptéren, még a kubai kormány a 70-es években építette nekik, hogy legyen saját reptere az országnak, de hát nyilván ma már be van zárva, mert nem tudták semmilyen szinten kihasználni. Én ezeket az utakat is vélelmezem, hogy valahogy Kuba építhette 1970-ben, mert az állapotuk azok egyre rosszabbak voltak. Itt még egész normális úton sikerült menni. De rengeteg szemét volt itt is az út mellett eldobálva. Igen, azért azt így a felvételek megtekintésénél érdemes tudni, hogy általában ott készítettünk fényképeket, illetve felvételeket, ahol nagyon jó volt, nagyon ideálisak voltak a körülmények, és nem azzal kellett küzdenünk, hogy erre menjünk, arra tudunk elmenni. Vagy dől a kocsi, mint ahogy velem megtörtént, az egyik ilyen patakmosásba vagy patakmederbe, ahol mentünk el.
Péter már kiszállt, ő autóval szemben mutogatta nekem, hogy talán hol van lehetőség elmenni, és akkor volt egy olyan rész, ahol a bal első meg a jobb hátsó kerék az talajon volt, vagy fordítva, nem, de a bal első jobb hátsó, de hátrafel elkezdtem dőlni, ami elég megijesztett. Hát itt már hangja van az autónak, azt lehet hallani, kipufogó leszakadt. Mi halljuk, ők nem hallják, de igen, itt már hallatszódik a kocsinak a hangján, hogy már nem volt kipufogónk, azt ott hagytuk valahol. Meg látszik, hogy milyen szép tiszta műszer van. Igen, itt a helyi falvakon keresztül látszik, hogy nem túl kiépült, nem túl civilizált rész volt. Hoppa, kecske, megmaradt. Igen, és itt, ami még nagyon érdekes, hogy az út mellett fél literes palackokban lehetett folyadékokat kapni, amiről nagyon sokáig nem tudtuk, hogy mi, és itt már tudtuk, hogy azok valójában benzint lehetett úgy kapni, mint ahogy nálunk ki vannak téve a krumpli zsákok az út szélén, meg. És itt a benzin az, nagyon-nagyon sok motoros van, a motor az aranyban keveset fogyaszt, nagyon sokan fel lehet ráülni. Igen, 5-6-an egy motoron simán megoldják. És mindent túl használnak meg. A kocsik tetején is baromi sok cucc van, sok köbméternyi csomag felpakolva, és még azon még 3-4 ember a csomagok tetején még ott utazik. És igen, és ugye itt érdekes az, hogy itt a rendőr azért megbüntet, hogyha a papuzsa vagy szandába vezetsz. Volt, akit azért büntetett meg, hogy az agyós sűrésen lévő utasa szandában van. És persze azért rutinos, mert úgy kezdődik, hogy először elkéri a jogosítványt, majd közli veled, hogy megbüntet és fizes ki, és hogyha vissza akarod kapni a jogosítványot, akkor fizetsz. Tehát az az indok, hogy a papucsban vagy szandálban való vezetés veszélyezteti a közlekedést, de az, hogy 8-an ülnek a szemközti helyi autó tetőcsomagtartóján, az nem veszélyeztet senkit, az belefér abszolút. Hát ha helyiek, igen. Hát ha helyiek, persze. Mondjuk Törökiába kérne pénzt, úgyse tudtak fizetni. Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor itt megbüntetnek a rendőrök, tehát akkor nem olyan őrült nagy összegekről beszélünk egy büntetésnél. Európai szemben. Például itt Magyarországon, hanem ott már, hogyha azt mondja, hogy 10 euróra megbüntet, akkor az már egy elég erős büntetés. És az, hát ugye az olyan 3-4 ezer forint. Hát igen, de nyilván zsebbe megy a rendőrnek. Igen, de tehát így általában egy átlag büntetés értéke az ilyen 500 és 1000 forint körüli értékre tehető. De neki az nagyon nagy érték. Vagy kivételt képez, amikor minket megbüntettek, amikor a kezedben lévő pénzkötek azt mondta, hogy mindent adott oda, ami nálunk. De az volt olyan bűrült nagy összeg. Igen, akkor egy 15.000 forintot elvett tőlünk egy rendőr, kirabolt minket egy rendőr konkrétan. Nagyon nagy mázlink volt, hogy csak annyi pénz volt nálunk, mert azt mondta, hogy adjuk oda az összes pénzünket, különben elveszi, nem adja vissza az útlevelünket. Igen, tehát mondjuk a vínai frankot azt is látni kell, hogy ez a 50-es években, 40-es évek Magyarországát idéző a pengő korszakában, itt ez a megy, ez a talán mi frank a neve? A frank, hiszem, igen, de ilyen 25.000 frank volt egy euró. 250.000. Nem, 250.000, bocsánat, igen. Frank volt egy euró. Baromi sok, nagyon frusztráló volt nekem, hogy ott volt mondjuk a kezemben olyan 1500-2000 forint érték, de az legalább ilyen 15-20 bankjegy, és számolni kellett volna. Hát a tankoláskor, hogyha tankoltunk egyszer a benzinkúton, a tankolás rövidebb ideig tartott, még mire kiszámoltuk a helyi pénzből nekik, hogy akkor ez hány millió vagy hány százezer frank, tényleg sokkal tovább tartott kiszámolni. Nagyon, nagyon frusztráló az itt a képen, itt a mennyasszony fájtla a vízesés, nem volt mennyasszony vízesés, valami ilyesmi. Mennyasszony fájtla. Itt is megfülöttünk, ja, hát itt meg az esti tábornak. Igen, mert az, hogy fátyó vízesésnél volt egy olyan, mi ezt nem is vettük észre, de utána az esti táborban mesélte az egyik velünk aránylag nyilvánosságban levő csapat, hogy itt a két bal oldalán volt egy... Egy út. Mindegy, volt egy zöld mamba, az a lényeg, egy kígyó, amit a helyiek ott éppen elterelgettek, de a srác az mondta, hogy ő majdnem oda ment hozzá, csak... Mutogattak neki kézzel, meg nem próbáltak neki közölni, hogy nem jó ötlet arra mászkálni.
Hát igen, itt ez a szemetes rész a domb mögött az esti tábornál. Itt ez a fotó azért született, mert nekem volt egy olyan rossz szokásom, hogy még esténként mindig próbáltam megkeresni a másnap reggeli illemhelyiségnek használható területet. Gondoltam, itt a domb mellett lesz egy erre megfelelő terület, de azt kellett észrevenni, hogy itt megoldották a szemétszedést a tábor környékén, az összes szemetet bezúdították a domb mögé. Természetesen a természet az itt is nagyon szép. Ez egy vízesésnek a teteje, ahonnan letekintünk. Tényleg nagyon szép volt. Igen, tehát mondjuk a patakban, meg ebben a részben már nem mertünk fürdeni. Itt minden falu ebben mossa a ruháit, a helyiek ebben fürdenek. Én azt gondoltuk, hogy ez már itt eléggé fertőzésveszélyes terület lenne, vagy fertőzésveszélyes ötlet lenne itt is fürdeni egyet, de maga a terület az gyönyörű volt. És akkor ugye egyet a térképen is látszik, itt gyakorlatilag Guinea végére értünk, és elérkeztünk az utolsó országhoz, ahova ami a vécélunk is volt, a Sierra Leone-i határhoz, és majd is egy Freetown-ba. Igen, itt szintén a helyi erőknek a műszaki állapota az autóknak, hát látszik, hogy nem túl jó kondícióban vannak se a jobb oldali lámpája, meg féklámpája nem működik a rendszámból, a fele olvasható, a fele nem. De felhívnám a figyelmet nem az előttünk látó, hanem az előtt haladó gépjárműnek a tetején utazó emberre. Hát igen, így közlekednek. Igen, de ez beleférő. Ő senkit nem veszélyeztetett ezzel. Igen, azt említheti, hogy a kocsinkon belül is, hát volt baj. Már elég poros a járgány. Meg gyakorlatilag mi is, meg mindenki. Igen, itt is az egyik helyi autó. Ennyire pakolták meg, vagy szokták megpakolni a kocsikat, mint hogy egy hajó lenne a tetején. Pedig azok csak nem tudjuk azt se, hogy mit szállítanak, mert túl nehéz nem lehet. Igen, Sierra Leone-ban itt még egész sok adományunk meg volt, amit szerettünk volna eljutatni. Hát az útközbeni szervezett adományosztásokból egyben voltunk, egyben részt vettünk, utána kimaradtunk, mert az elsőnél, ahol részt vettünk, ott az adománygyűjtő csapat egy olyan terepjáróval jelent meg, ami szerintem drágább volt, mint a hármunkó együtt, úgyhogy úgy éreztük, hogy nem szervezetten fogunk adni ajándékot vagy adományt, amit magunkkal vittük, hanem itt Sierra Leone-ben a térképen kerestünk egy falut, egy teljesen véletlenszerűen kiválasztott falut, és akkor oda mentünk be, itt megkerestük a helyi falufőnököt, itt mindegyik falu úgy működik, hogy van egy falufőnök, aki általában egy idősebb, bölcsebb tagja a csapatnak. Ők tényleg nagyon aranyosak voltak, még mielőtt mondtuk, hogy ajándék, hogy bármi ilyen szoba került volna, ők behúzták ide a padokat az árnyékba, és akkor ott összehívta a falufőnök a falu lakosságát, és nekik adtuk át az adományokat, amit hoztunk, amiket itt holról vittünk, tényleg tisztálkodási eszközöket, szemüvegeket, játékokat, napszemüvegeket, írószereket, egészen megható volt, hogy milyen hálásak, meg milyen szeretettel fogadtak minket, ez tényleg így. Ez is egy örökre szóló élmény volt. Még a falu dalát is annak lehették nyitni. Nagyon rendkívül megható volt. Többen tölelkedtek a gyerekek is. Valószínűleg akkor láttak először fehér embert, de tényleg elképesztően nagy szeretettel fogadtak minket. Igen, nagyon jó. Szerintem nagyon jól döntöttünk, hogy így adományoztuk el az általunk vitt adományokat, és nem szervezetten. Ezek a srácok, akik itt vannak a képen, ők nem olyanok voltak, hogy megláttak minket és rohantak oda, hogy kádó, hanem ők, ahogy mentünk be a faluba, ott volt egy rögtönzött focipálya, onnan gyanúsan sandítottak felénk, de nem mertek oda jönni hozzánk, hanem mi kérdeztük meg tőlük, hogy merre van a falu főnöke, és akkor hozzánk mertek szólni, meg
meg utána követtek minket, persze kellő tisztes távolságból, mert nem tudták, hogy jó emberek vagyunk, vagy rossz emberek, semmit nem tudtak, csak azt tudták, hogy a falfőnökét keresünk. És akkor utána viszont, amikor kiderült, hogy tényleg nagyon, nagyon alapvető dolgokban is hiányt szenvednek, és az, hogy vittünk nekik szemüvegeket, meg írószereket. Tehát az egész faluban csak egyetlen egy ember, a falufőnöknek a lánya volt az, aki oktatásban részesült, mert ez bírta a faluk igazdálkodni. Igen, mert ugye a helyieknek is az oktatáson az szükséges, hogy legalább egy tolluk meg egy írószerük legyen, és ez sajnos nem engedhetünk meg magunknak. Most itt nagyon sok füzetet, tollat, illetve papírokat adtunk nekik, úgyhogy bízunk benne, hogy több kisgyereknek is megnyílik a lehetőség arra, hogy legalább írni, olvasni, megtanuljon. De tényleg rendkívül kedvesek voltak. Hát és itt már a végcélhez közel lett Sierra Leone-i Burek Beach, ez egy tengerpart, az óceán partján, ez volt az utolsó teljes szakasznak az úti célja, ami egy tényleg egy elképesztően gyönyörű helyen volt az óceán partján. Igen, és ide a Hyundai-osok kb. 5-10 perccel előttünk értek oda, és nagyon aranyosak voltak, mert így fogadtak. Hát igen, akkor még tele volt a sörös üveg, de itt mutatja is a háttérbe a fiatal ember, hogy ő mennyire kedves velünk, és ki az, aki itt az igazán jó fej. De tényleg gyönyörű volt ez a rész itt a tengerparton, az utcán partján. És akkor itt este már volt olyan helyiek által szervezett koncert, ott a homokos tengerpart részen, itt már mindenki látta, hogy a vége a futamnak, itt már igazából másnapra csak egy 50 kilométeres közös felvonulás volt, ahol a ideig elérkezett autók közösen vonultak be a fővárosba. Itt iskolabusz Sierra Leone-ban. És igen, itt a piacon keresztül kellett a fővárosba menni. Hát nyilván nem voltunk is annyira népszerűek, mert a helyi rendőrség, illetve a szervezők által a rendőrség az utat próbálta megtisztítani, hogy el tudjunk jutni az úti célunkig, és ilyen tömött piacokon keresztül kellett menni, ahol amúgy nagyon kellett vigyázni, hogy senkinek a lábára vagy tyúk szemére ne hajtsunk rá. Igen, itt az tipikusan olyan érzésünk volt, hogy mi sem vagyunk odavalók, és ők is úgy érezték, hogy mi nem vagyunk odavalók. És egyébként érthető is volt, hogy miért érezték úgy, mert ugye a rendőrség itt úgy csinált utat, hogy pálcával, vagy ha kell gumibottal a kezében terelt el az embereket. Tehát abszolút meg tudom érteni a helyi srácokat is, hogy miért gondolták úgy, hogy hát kár volt ide jönnünk. És itt, ha nehezen is, de elérkeztünk a befutó pillanatához. Tartva az eredeti sorrendet. Először a Hyundai, utána a Samurai, akivel együtt utaztunk egyébként. Nagyon jó barátságot kötöttünk ezekkel a fiúkkal, a Samurai-os Gróf Dávid és Gyula Szeherde egy felvidéki srácsa, Hyundai-ban meg székesfehérváriak voltak a Tamási. És itt pedig a helyi fogadóbizottság. Persze itt a célba érés után az volt még az érdekes, hogy a szervezettség vagy a szervezés negatívumát, hogy említsük, hogy nem is negatívumát, hogy itt hirtelen nem tudtuk, hogy oké, vége, végigmentünk, tök jó, és akkor most mi lesz ezután? Hogy tudjuk eladni az autót, hol lesz szállás, hogy lesz, mi, hogy merre lesz megoldva, azért ez még úgy furcsa volt. És valójában most sem tudjuk ezt, hogy mi megoldottuk úgy, ahogy mi megoldottuk, de hogy... Nem volt szervező semmi, mestről kezdve még a maradék résznél is elengedték az ember kezét, és akkor... De hát erről szólt az egész, és itt pedig már a... Egy szállodának a parkolójában nézegetik a Vertát. Itt rengeteg komolytalan vevő is jött. Mármint olyanok, hogy semmi, egy forintjuk nem volt, vagyis hát egy Sierra Leone, egy Leonjuk nem volt autót vásárolni, de élvezetüket lelték abba, hogy eljöjjenek és alkudozzanak. Leokultak, aztán elmentek. Megegyeztük valami, elmentek, vissza se jöttek. Sőt, olyan is volt, hogy még kauciót is hagytak ott. Igen. És
nem jöttek vissza. De a pénzért, nem jött vissza egyébként a pénzért, hanem elkapott vele, ahogy mentem volna ki, mert itt eladtam az autót. Igen, de igazából azt egyből megtudta, hogy eladtad az autót. Meg, azt valahonnan azonnal tudtam. Igen, és visszakövetelte a foglalóját, aztán jobbnak láttam visszaadni, nem vitatkozni itt a helyi srácokkal, ki tudja, hogy milyen csapattal tér vissza, hogy behajtsa azt a pár száz dollárt, amit foglalónak hagyott. És utána vártuk, hogy hazajöjjön. Igen, a gyönyörű fővárosban elképesztő szemét, és hát nem egy szép város Freetown. Ez a szállodának az elkéjéről hát a látni. Az óceán part része az szép. Az szép, de a belváros az... Maga a belváros az nem. Az nem. Mi pár nagyon vágytunk haza, az út is véget ért, és alig vártuk, hogy repülőgépen jussunk és haza tudjunk menni. Ha esetleg valakinek valamilyen kérdés van, nagyon szívesen válaszolom. Általában hány fok volt a sivatagban? Általában 30 és 40 fok között volt nappal a hőmérséklet. Ahogy mentünk délre, ott már a 45-et is volt, hogy elértük. Úgyhogy azt meg is beszéltük, hogy amint meleg lesz, bekapcsoljuk a klímát, meg volt szinten az autóba, de talán egyszer, hogy... Kettőször kapcsoltunk. Szeretném megkérdezni, hogy a pizzamája kérdés, hogy oldunk, látod meg? Volt nálunk hátul a csomagtartóban 50 liter nagyjából. 40 liter. Egy 10 literes kanna, meg egy 30 literes kanna. Bocsánat, 40 liter benzin. És azt próbáltuk mindig teletartani, és ahol tudtunk, ott megtankoltunk. De igazából meg lehetett, tehát mindig lehetett találni. Mondom, volt olyan, hogy az ötödik úton volt üzemanyag vagy benzin, de akkor az ötödik úton volt, és akkor így meg lehetett tolni. Addig kellett keresni, amíg az ember talált. Eleve úgy terveztük, hogy a hatósugarunk az 1000 km fölött legyen, amennyit ahova el tudunk jutni. És ahol találtunk üzemanyagot, ott mindig minden készletet feltöltöttünk. És ugyanígy volt a vízzel is, hogy ott is mindig volt tartalék, meg volt a napi fogyasztásra szánt vízünk. És akkor már elárulunk egy titkot is, hogy a pálinkát azt ásványvizes palackban, zsugorfóliában vittük magunkkal. Igen, a hatos csomagból három pálinka volt, három víz. Ez volt az óriási trükk. Igen, egyedül attól féltünk, hogy ne éjszaka kelljen átkelni a határon, mert a harmadpont ugye. A fránya harmadpontnál az egyik egyikre kicsapódik a víz, a másikra nem. De szerintem ez csak mi variáltunk túl, ezt nem vették volna észre. Sárszak, tudjátok, a pénz, mi a pénz, tehát dollár is euró? Főképp euró. Sehol nem fogadják el, mindenhol helyi pénzt el kellett fizetni. Ha nem volt nálad helyi pénz, akkor húzták a szájukat és nagy duzzogva elfogadták az eurót, de borzasztóan átszámolva, tehát ilyen felesben. De amúgy a költségek, az úti költségekről, hogy pár szót nem nyitve, mi Marokkóban kitaláltuk, hogy körülbelül Marokkóban mennyi pénzre van szükségünk, ezért váltottunk helyi dirhamot, és gyakorlatilag ezt váltottuk utána minden határnál a helyi pénzre, mert rájöttünk, hogy kenyéren is vízen kívül semmire nem költhetsz, és semmire nem költesz, tehát a napi rezsi költségek azok elképesztően alacsonyak voltak. Nem volt mire költeni. Marokkó északi részén talán. Marokkóban igen. Talán az északi részén délet, de már ott sem. Freetownban már megint. Egy-két helyen. De nem jellemző szerintem. Nem. Lehet, hogy volt egy-kettő hely, de... Hát talán a Freetownban a szálloda az biztos, hogy elfogadta, vagy nem fogadta el épp ez az a szobáit. De ugye mi úgy készültünk, hogy nem lesz semmilyen bankkártya, úgyhogy kézpénzben vittük, nem is levetettük a kártyát, mert... De úgy készültünk, hogy nem. Tehát tudtuk, hogy nem fogjuk tudni használni. Semmi, és mindenkinek jelent, hogy a tárgyalatok? Nem, ez teljesen vegyes. Tehát ugye voltak olyanok, akik hazajöttek. Ugye hazajönni az már egy rövidebb, az egy 8 napos út.
voltak, akik konténerbe berakták az autót és hazarepültek, illetve voltak, mint mi is, akik eladtuk az autót kint és úgy repültünk haza. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy szeretné megoldani. Hát úgy számoltuk, hogy minden 5.-6. eset ki, hogy... Igen, minden 6. csapat kiesett, úgy számoltuk. Összesen 300 induló volt és 251-en érkeztek be. És honnan jött az ötlet? A motiváció mi volt? Jó ötletnek tűnt. Megkérdeztem Petit egy hosszas 10 perces rábeszélés után megegyeztünk, hogy akkor megyünk együtt. Valójában hat is. Lili csak velem engedte el. Jaj, nem tudtam. És hát meg annyi változott a de nem tudjuk pontosan, hogy honnan, valahonnan volt az ötlet, és hát miért nem. És akár szerintek visszamertek még? Mert egyelőre most a következő. A barátságot próbál az út. Most mondjad. Egyébként ezt többek kérdezték, de valószínűleg, hogy nem tudom, vagy mind a ketten nagyon magas tűrőképességgel rendelkezünk, amit Péterbe kétlek, vagy nem tudom, de egyetlen egyszer se veszekedtünk, tényleg semmilyen szinten nem vitáztunk össze. Igen, ezt valaki már megkérdezte tőlünk egyszer, és akkor is azt a példát hoztam, hogy olyanok voltak, hogy mondjuk Atis, amikor vezetett, és neki mentünk egy kőnek. Igen, ez volt a ritkább igazság egyébként. Igen. Türelmes voltam. És akkor én mondjuk káromkodtam egy nagyot, akkor azt Attila mondjuk magára vette, és elkezdett magyarázkodni, mert erről van felvétel. Igen, de ezek olyan elképesztő. Tehát mi ezt nem éljük meg annak, hogy veszekedtünk volna, vagy ilyesmi. Ja, nem is volt utána semmi. Tehát nem volt semmi veszekedés. Meg tettem volt olyan, ami a barátságunkban ilyen bele szólt volna. Milyen nyelven beszéltek? Hát ugye francia gyarmatok voltak, a Marokkó és Mauritánia, Szenegál és Guinea is, tehát igazából franciául beszéltek. Sierra Leone volt az első olyan ország, ami valaha angol gyarmat volt, és akkor ott az angol és egy ilyen helyi törzsi nyelv keverékét beszélték, de érthető volt az angoljuk is. Egy-két szó nem, de alapvetően érthető volt. Igen, igazából ők is kézzel látva megértették magukat, hiába én abszolút nem beszélek franciául, de hát angolul beszélek, de Sierra Leone-ban nem olyan túl sokra mentem vele, nem, ez csak vicceltem, de tényleg elég fura angolt beszélnek. Mi volt a verekedés? Már volt egy olyan is a végén? Hát igen, a végén a Deep Yugoszló ceremónia után ott két csapat. Hát valószínűleg volt már valami korábbi sérelmünk is egymás iránt, mert folyamatosan cukkolták egymást, és ott már kellően ittasak voltak ahhoz, hogy az egyik magyar srác az egyik csapatból beleesett a bosznyák csapat egyik tagjának az ölébe vagy a foteljára, és akkor ebből meglett a dulakodás, és egy verekedés tört ki, ami utána hírekben is lehetett hallani. Igen, a szomszéd azt a munkban történt mindez. Igen, nekem kiborították egy csőremet, de gondoltam már most nem szólok értenek, kellően szétverték egymás fején az üres üvegeket, úgyhogy úgy voltam vele, hogy én inkább kihagyom a jelzést, hogy lóknak egy csőrrel. Igen, viszont ami a sajtóból kimaradt, az, hogy az nem volt annyira félelmetes, hogy ők ott egymással verekedtek, meg üveget törtek, meg széthasították egymás fejét. Az volt a félelmetes, amikor a helyi erőnek is neki mentek. És ugye ott náluk azért fegyver volt. Igen, tehát ott a rendőr oldalán nem csak áspré van. Ott azért, tehát az félelmetesebb volt számomra legalábbis. De aztán nem lett előle semmi moment, hogy csak egy szokásos étvége. Kedves vendégeink, itt a színpadon Attila és Peti készültek érdekességekkel. Ezeket érdemes megnézni, itt látható egy mai pénz is. És most én azt mondom, hogy így a közösség az búcsúzzon el tőlük, de természetesen
természetesen a lehetőség megvan, hogy itt a fiúkkal majd fényképezkedni lehet, meg nem tudom én, mint a valódi sztárokkal. Jó? És most átadom a szót Toldi Balázs polgármester úrnak, aki csóválja a fejét, de gratulálni szeretne az úthoz. Egy kicsit lejárulhattunk az úszhoz. Én meg akartam kérdezni, mennyi volt a költségvetés, de azt most nem hiszem. És álltetek minket, itt volt a címerünk. Eljutottunk egészen kérdőre. Ez nagy dolog számunkra. Köszönjük, hogy élhetünk magunkkal. A jövőre? Én pedig szeretném egy kis energiafúrtással. Köszönjük a mai előadást. Köszönjük szépen. A csodálatos nagy taps az majdnem lecsengett már, de még jöhet. Hoztunk haza a sivatagból, a Szaharából, egy kis homokot hoztunk haza, mindenféle pénzérmét, van itt minden kagylótól elkezdve, fisé, meg telefonkártyák, nyugodtan meg lehet őket tapogatni, a sivatagi homokba beledugni az ember kezét, meg bármit, gyertek! Én is erre biztatom önöket, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és megtisztelték a világjárópárost azzal, hogy meghallgatták az élménybeszámolójukat. Szerintem nagyon élvezetes, jó előadás volt, hogy nem csak ügyesek voltak a fiúk, hanem előadóként is jól mutatkoztak be. Jöjjenek ide, rázzák meg a kezüket, veregessék meg a vállukat. Én is ezt tettem jelképesen önökkel. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm.